Zsoltikám, barátom, nyáron volt egy kis Google-os tornikázásunk, amikor azt mondtad, hogy ebből lesz valami videó hozzá. Mi van? Lassan szeretném látni, mert különben szétrúgom a segged. Sziasztok! Itt van velem András, és már kikértük a szokásos kis edzés előtti méteit. Csak így mutatom, hogy a szívószál, az ital. Hoppá! Tehát, hogy majdnem, hogy megáll benne. Meg a nap sem süt át rajta. Kicsit félek. Nem kell. Ezt most megisszuk. Utána pedig szaladunk be a terembe, és megkísérlünk Andrásnak egy új Google Maxot összehozni. Nem rajtam fog múlni. Ahogy ismertek, hogyha Google-ásról van szó, hogy örömmel segítek mindenkinek is, Andrásnak meg pláne. Előre szólok, hogy csípni fog. Igen? Igen. Akkor nem szívó szállalva. Csak az első. Szuper csillagharcos! Fú, te! Ugye? Gyerek! Na sziasztok! Üdvözlök mindenkit! András türelmetlenségét meg kell, hogy értsétek, ugyanis ezeket a felvételeket én már nyáron, ugye akkor készítettem, amikor itt voltak Pécsen, kedves párjával, Polyák Lillával, és én azóta ígérgetem neki, hogy meg fogom csinálni a videót, amiben benne vagyunk így ketten. Úgyhogy eljött a pillanat, most láthatjátok, hogy szanaszét lábazzuk magunkat. Amúgy van egy másik komplett lábedzésem, azt nem sokára szintén ki fogom pakolni, de mindent a maga idejében. Sokatokban felmerülhet a kérdés, hogy András kicsoda. Emlékeim szerint már említettem őt néhány előző felvételemben. Róla annyit érdemes tudni, ami a mi szempontunkból fontos, hogy ő volt a nagy-nagy ellenfelem Miskolcon az IMBA Naturál Testépítő versenynek a döntőjében, és még a novice kategóriában is. Mind a két esetben ő bizonyult jobbnak, és nemhogy megnyerte még a novice kategóriát, az open kategóriát, még az abszolútot is bezsebelte. Elég komoly formát hozott a színpadra, és ha csak egy hajszányival is, de hát ő vitte el aznap este az első helyér járó díjat, dicsőséget és elismerést. Nem titkolt tervem az, hogy revansot akarok venni ezen az eseten, még 2021-ben. Reményeim szerint lesz verseny, és álljunk hozzá így. Nos, amikor megkeresett engem András, hogy Pécsen lesznek, akkor rögtön mondta, hogy lábaznunk kellene, és rögtön mondta, hogy szeretné azt, hogy próbáljunk neki egy új maxot beállítani. Picit félve mondtam igent erre az edzésre, hogy az a cél, hogy beállítsunk egy új maxot, ugyanis általában egy max beállítás az mindig az edzőnek a dolga, nem pedig az edzőtársé, és hát Gömöri úrnak is van ugye saját edzője, ő pedig Kalas Csaba, aki a Miskolci Bodybuilding Teamnek az egyik lelkes versenyzője, és
talán a vezetője is. Én azt merem mondani most így látatlanban, hogy igen, hogy ő a vezető. Szóval kicsit izgultam, nem akartam azt, hogy esetleg sérülés vagy bármi olyan dolog történjen, ami hátráltatja esetleg Andrásnak az edzéseit, esetleg a munkában később problémát okozhat, de nem történt semmi ilyen, azért okosak vagyunk, András még szép is. És az edzés az nem mondanám azt, hogy a legszakszerűbb volt, ugyanis leginkább csak googoltunk, de a hangulat viszont kiváló volt. Én nagyon örültem annak, hogy András megkeresett, hogy Pécsen lesz, ugyanis, ahogy mondtam, kedves párjával lejöttek Pécsre, akinek előadása volt, és később arra el is mentünk. De előtte, hát kötelezően kellett egyet edzeni, és hát szépen elkezdtük fellapozni a súlyokat. Volt már egy közös edzésünk Andrással fenn a Flex Gymben, arról talán van sztorim, megpróbálom megkeresni, remélem, hogy sikerül, és ott viszont hát melleztünk javarészt, emlékeim szerint, de az egy nagyon viharosan lezavart edzés volt, úgyhogy ott nem volt időnk annyira kényelmesbe nyomni a tornát, úgyhogy most úgy voltunk vele, hogy amennyivel gyorsabban végeztünk akkor, most annyival kényelmesebben fogjuk megcsinálni a mai edzést. Ez az edzés számomra azért is volt nagyon jó, mert ezekben az időkben már, amikor most látjátok, hogy éppen alámegyek, aztán próbálok felállni, itt már Bence rendbe rakta a futóművemet, és itt már nagyon jókat tudtam googolni. Ahogyan elnézem, itt egy 165-ös googolást tudtam abszolválni, és azóta ez már csak javul, és javul, és javul. De most nem csak rólam van szó itt. Ugye Andrásnak nem az volt a lényeg, hogy magas ismétlésekben dolgozzunk, hanem az volt a fő cél, hogy az ízületei és az izomzata plusz az idegrendszere kellőképpen fel tudjon pörögni egy minden eddiginél nagyobb ellenállás legyűrésére, és épp ezért ő kevesebbet googolt ismétlés számban, de amikbe belegoogolt súlyok, én azt mondom, hogy azok becsülettel megletek csinálva azok az ismétlések, úgyhogy én összességében egy nagyon jó edzésnek tartottam ezt az edzést, ugyanis András mentalitása az igencsak jó húzóerőt tud adni az embernek. Na, itt már egy 170-es googolást láthattok, és András ugye két dologban tér el tőlem. Az egyik az a magassága, ugyanis én egy egész picivel, egy nyúlfarknyival nagyobbra nőttem. A másik pedig az, hogy ő high barban, azaz magas rúgtartásban googol, én pedig alacsonyban. Az alacsony rúgtartás az nekem jobban kedvez, ő inkább a magasat preferálja. Ez olyan, hogy embere válogatja, hogy kinek melyik googolás jön be. A következő googolás, amit itt most látunk, itt most meg kell várnom, amíg a súly leérkezik, mert nem látom. Ez Satzper kb. Egy 175-ös googolás lehet, és igen, ez egy 175-ös gugi volt. Itt erről azt kell tudni, hogy sikeresen kétszer kellett nekifutnunk ennek a gyakorlatnak, ugyanis az egyik oldalt András elfelejtette felrakni a szorítót, és az hát nekem problémát jelentett, ugyanis ezek 2,5 kilós szorítók, és az egyik oldalt van, a másik oldalt nincs, úgy feltűnően fura lesz a súlynak az egyensúlya. Úgyhogy inkább nekifutottunk még egyszer, biztos, ami biztos, hogy ne lendítsen ki minket, és utána mentünk tovább egyenesen a cél felé. A googolásról még annyit, hogy próbálok én is egyre többet high barban googolni, mert ott nem bukik akkorát a derekam, de az a helyzet, hogy a magas rúgtartás az nekem annyira nem fekszik, mert ott viszont inkább a derekamat érzem, hogy picit nagyobb terhelést kap. Persze jöhet a válasz, hogy akkor kéne övet használni, de nem igazán szeretném, inkább erősödjön a törzsem. Na, itt jön a nagy 190-es googolás. Ez volt a mai napnak a lényege, és
egy nagyon jó kötést, úgy érzem, egy nagyon jó kötést sikerült neki összeraknom erre az alkalomra, ugyanis ő bandásban guggolt, és övvel és csuklószorítóval. Úgyhogy nagy levegő, kivette a törzs feszes, én azért ott vagyok biztos, ami biztos, szerintem kellően mély volt, és fel is tudott vele jönni. Úgyhogy ez szerintem kifejezetten szép munka volt. Na, hogy tetszett? Zsír volt. Látod, Pécsen így edzenek a nagyok. Az egóm nem engedte, hogy András többbe guggoljon, mint én, úgyhogy én még bekértem egy 200-ast. És ahogy mondtam, én alacsonyan tartom a rudat, öffen, majd levegő, elindulok, és föl, gyerünk Zsolti, gyerünk! Jó. Na szóval sikerült a 200, mondjuk ez így egy eléggé furcsa összehasonlítás, hiszen ugye jóval nagyobb és nehezebb vagyok Andrásnál, és ő 190-et guggol, én meg csak 200-at. De hát itt ugye ez a sport nem erről szól, ahol a súly számít, és a saját testsúly az erőemelés. Hogy egy picit érdekesebbé tegyük a napot, utána még nekiálltunk merről is guggolni. A merről guggolás az régebben nagy kedvencem volt, de amióta nem erőltetem, meglepő módon már nem megy annyira, mint régebben, de most újra elkezdtem ezzel a guggoló technikával, fajtával foglalkozni, és újra kezd úgy alakulni, ahogy azt én szeretném. Itt jó kötelező arcoskodás, az Pipa Zsolti, nagyon ügyes vagy, gratulálok. De ami fontosabb, hogy Andrásnak is megtetszett a merről guggolás, úgyhogy ő is rögtön belevágott. Elégedettek voltunk, lehetett nyomni ezerrel a jó kis merről gugikat. Én ezt még annó, ezt a guggolási technikát az egyik Ronnie Coleman edzés videóban láttam, és én akkor döntöttem el, hogy én ezt szeretném erőltetni, de a merről guggolásról később részletesen fogok majd még beszélni. Nem kell aggódni, nem egy száraz technikai ismertetőt fogok előadni, hanem lesz olyan lábedzésem, ahol a merről guggolás lesz a fő gyakorlatom, nem pedig a nyak mögöli guggolás. Andrással és Lillával még utána elmentünk egy jót hamburgerezni. Erről készült pár felvétel, de ezeket azóta kitöröltem sajnos, úgyhogy kár értük. Apropó hamburger. Hamarosan, ha minden jól megy, lesz egy hamburger tesztelős videóm. Remélem, hogy azt még egy edzéssel össze tudom kötni. Sajnos nem tudni, hogy hamarosan hogy fognak változni a dolgok szerény hazánkban, de ne aggódjatok, nem fogtok videó nélkül maradni, ugyanis anyagom van bőven, témám, amiről tudok beszélni, az is van bőven, én teszem a dolgom, ha minden jól megy, időm van, akkor összevágom még a héten a következő epizódot is, és akkor ott majd mindent elmesélek, amit mostanában úgy összegyűjtöttem fejben, hogy szeretnék veletek megosztani, de ahogy ez az edzés véget ért, ez a videó is most sajnos véget kell, hogy érjen. Köszönöm, hogy megtekintettétek ezt a részt is. Egy lájkkal jelezzétek, hogyha tetszett, ez nagyon sokat segítene nekem, hogy pörgesse a YouTube az algoritmusával a videómat. Addig is kövessétek az Insta oldalamat is, vigyázzatok magatokra, hamarosan találkozunk.